2006 őszi eseményekkel kapcsolatban a legfontosabb igazságot nem mondták ki, hogy állami terror volt az utcákon, ennek megfelelően megakadályozta a rendőrség, hogy a forradalmat megvívó emberek oda menjenek az ünnepségre, és a rendőrség mind a Nádor utcában, mind az Alkotmány utcában rátámadt a tüntetőkre, ezzel kapcsolatban perújítást kezdeményeztünk. A Kossuth tér éjszakai kiürítése, sajnos ez még mindig a köztudatban nem ismert, megfelelő mértékben jogtalan volt, ennek a kártérítése folyamatban van, de sajnos úgy néz ki, hogy el akarják bojkottálni, ez viszont elfogadhatatlan, hiszen a rendszerváltás alapja egy erkölcsi rendszerváltás, ahol erkölcsi károkat is nem vagyoni kártérítéssel helyre kell hozni. 2006. október 23-án Magyarországnak nem volt törvényes kormánya, miután a Gyurcsány Ferenc hazugság alapon nyerte azt meg, tehát minden civilizált rendszerben a hazugságon alapot szerződés az érvénytelen semmis. Ez a véleményem az akkori időszakú. 2006-os őszi igazságtételekről nem nagyon lehet véleményem, maximum az igazságtétel hiányáról. Roppantul el vagyok keseredve, és várnánk, hogy itt valami változás történjen. Ugyanis azok a rendőri vezetők, illetve azok a rendőri tanúk, akik ellenem is tanúskodtak, még mindig a helyükön vannak. Illetve a politikai vezetők, az akkori politikai vezetők a mai napig élnek, mint hal a vízben. Én mindenképp egy változást szeretnék, és egy morális megújulást, és egy lehetőséget arra, hogy az ország később felemelkedjen ezeken az alapokon. 8 társammal eldöntöttük hetekkel korábban, hogy emlékezni fogunk méltó módon, és amikor a rendőrök megaláztak, a Gellóci utcában megvertek, és a repülőgépen találtam magam, hogy Brüsszelben sok társammal hírt adjak, mi történt Magyarországon 2006-ban rendőrterülés és önként tekintetében, akkor eldöntöttem két dolgot. A jelenleg 7 országban élő kárpát-medencei magyarságnak elmondom a legszélesebb körben, mi történt velünk, és egyetlen egy bűnöst sem hagyok futni hagyni. Úgy tűnik, az igazságtétel elmaradásával még nagyon-nagyon sok dolgom lesz, hogy az államaimat, az ígéretemet megvalósítsam. Az emberi jogoknak nincsen politikai hovatartozásuk, legfeljebb az emberi jogvédőknek. Nem csak szomorúak, hanem elégedetlenek is vagyunk. Ennek az elégedetlenségünknek hangot is fogunk adni, és bíróság előtt fogjuk a kártérítéseket érvényesíteni, de ennél többet, az emberi jogokat. Ugyanis az Orbán kormány úgy néz ki, politikai jogból nem akarja a Kossuth téri tüntetőket, az ő kárukat, az ő eszmei kárukat megfizetni. Jogászként csak azt tudom mondani, hogy ha a kormány nem tartja be a polgári törvénykönyvet, akkor ilyen alapon nem elvárható az állampolgártól sem, hogy a polgári törvénykönyvet betartsa, például fizessen vízdíjat, áramdíjat, vagy egyéb más rezsit. A 2006-os igazságtétel elmaradása nem valamiféle természeti csapás eredménye, nem egy nagy vihar vagy egy cunami fújta el az igazságtételt, hanem emberi döntéseknek az eredménye. Nekem különös fájdalom az, hogy sok jogász vett részt ezekben a döntésekben. A feljelentések elutasításában, a feljelentések meg nem tételében, hiszen ne felejtsük el, hogy valaminek a meg nem tétele is egy döntés, éppen úgy, mint a megtétele. A felmentő ítéletek hozatalában, amikor helye lett volna a bűnös magatartások miatt bűnösséget megállapító ítéletek hozatalában, és fordítva, tehát emberi döntések miatt állunk ott, ahol most állunk. Bízom abban, hogy ezeknek az embereknek és más jogász kollégáimnak a lelkismerete megszólal, és változtatni fognak a magatartásukon, és meghozzák azokat a döntéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy igenis legyen igazságtétel. 2006-os igazságtétel mai napig nem történt meg. A kormány nem tudott élni azzal az erkölcsi felhatalmazással, amit kapott a választásokon, ilyen értelemben morálisan megbukott. Nem kapták meg a jóvátételt közel 200-an, szemkülöttek és meghúzottak közül. A felelősök mai napig szabadlábon vannak, nem állnak vád alatt. Ugyanazon ügyészek vannak döntő többségben a helyükön, akik elszabotálták az felelősségre vonásukat. Ugyanazok a bírók vannak a helyükön, akik a koncepciós eljárásokban részt vettek, és ezt börtönbe jutottak számos fiatalt és magyar embert. És így utolsó sorban
nem tudták azokat sem mentesíteni a hátrányos következmények alól, akiket koncepciós eljárásban elítéltek, tehát közkegyelmet kell kapni mindenkinek. Ezt addig fogjuk követelni, mind a három követelésünket, amíg az igazság győzni nem fog. 2006-ban hallgatva Gergényi Péter tanácsára a feljelentéssel értem, azért, mert engem megkergettek a Rázdamoldon. Majd engem vontak koncepciós eljárás alá, a nyomozati szakban, illetve a bírósági szakban nem voltak képesek becsatolni a rendőrség által készített felvételeket, a rendőrök hamisan tanúskodtak, és miután lezárult a büntetőperem, mely egyébként felmentéssel végződött, később derültek ki, hogy megléteznek ezek a felvételek, és a mai napig úgy gondolom, a többi eljárásban is ugyanígy jártak el a rendőrség, az ügyészség és a bíróság. Koncepciós eljárások voltak, és a mai napig nem engedik, hogy ez kiderüljön, a kormányváltás ellenére sem. 2006-ban én ott voltam a Fidesznek ezen a nagy gyűlésén, ezen a megemlékezésen, és akkor történt ez a balesetnek nevezhető gumilövedékes találat, ami miatt a szemem teljesen megromlott, a jobb szemem, és most viszont már a bal szemem is romlik, mert a látóképességem, az olvasási képességem most már nagyon lecsökkent. Ezt az összeget, amit felajánlottak, ezt kevésnek tartom, mert újra el kell mennem egy orvos szakértőhöz, mert nagyon gyengén látok már a szememre.